felborult, most az utolsó felszólalunk, illetve hát lesz Katona János amatőr színjátszó, aki a Szent Korona Társaság tagja, de ez ügyben, mint előadó művész érkezett és szeretne szavalni. Ami Attilát hallgattam, az jutott eszembe, hogy Reményik Sándornak egy gyönyörű szép sora, ami azzal foglalkozik, hogy mi a béke. Négy deszkalap, hant, egy fakereszt, az örök béke, ez csak ez. Reméljük, hogy ennél azért több lesz. Fogadjuk akkor szeretettel. Köszönöm szépen. Én nem szavalni fogok, hanem egy imát szeretnék elmondani, mert Kárpátaljáról származik. Laskoti Zoltán, szőlősgyai református lelkész imája. Maradj velünk, Uram! Maradj velünk a hosszú éjszakákon, Uram, és világíts nekünk ígéreteiddel. Gyertyáink elégtek és szétfolytak, akkumulátoraink merülőben, nincs térerőnk, sem internetünk, imádságunk van, míg magába zár a sötét. Visszaemlékezünk a széthulló világ korábbi állapotára, a régi, fényes napokra, amikor mindig jött víz a csapból, a kapcsoló fényt csiholt a szobákban, működött a fűtés, és nem kellett feszült aggódásban kelnünk és feküdnünk. Mikor kézen fogtál, néven szólítottál, ígéretet adtál és próbát ígértél. Köszönjük, hogy előre szóltál. Hosszúak a napok, és észrevétlenül telünk meg panasszal és feszültséggel, Uram. Van, aki stressz evővé vált, mások kórosan lefogytak közülünk. Sokan könnyű vigasztást remélnek az italtól, észrevétlenül csúsznak bele a függőségbe. Férfiainkat a csendes kétségbeesés kergeti önpusztításba, feleségeiket a félelem. Halál vár azokra, akiknek sem pásztora, sem reménysége nincsen. Maradj velünk a hosszú éjszakákon, Uram! Találd meg, és vezesd vissza az eltévedteket, a magukra maradtakat. Gyermekeink nyírkos, sötét pincékben ülnek a légiriadó alatt. Templomainkban gyertyákat gyújtunk, lángjuknál melengetjük a kezünket. Éneklés közben összefolynak előttünk a betűk, ezért ismerősöket énekelünk. Inkább szívből, mint énekeskönyvből. Szemünk és lelkünk fáradt a megerőltetéstől, hiszékenyen hallgatjuk a borúlátó híreket. Olyanokat is tudni vélünk, amiket nem tudhatunk. Aggódva figyeljük az első szállingózó hópelyeket. Maradj velünk a hosszú éjszakákon, Uram, mert jön a tél. Várunk téged, Uram, mint a virasztók a reggelt, a sötétben ülök az első fénysugarakat. Várunk, hogy szólj, cselekedj, vezess minket. Köszönjük, hogy a te ígéreteid semmit sem veszítettek erejükből, bízunk benned. Köszönjük, hogy kitartást tanulhattunk őseinktől, és kitartást taníthatunk utódainknak. Köszönjük az összép húzódó családokat, Urunk, add, hogy valóban közelebb vigyen embert az emberhez a próba. Köszönjük, hogy vannak tartalékaink, hogy nem rombolták le a házainkat, és tervezhetjük a jövőt. Köszönjük, hogy a te kezedben vannak az idők és az alkalmak, királyokat emelsz föl és taszítasz le. Benned bízunk, mert nálad van a kegyelem, és meg tudsz váltani. Meg is váltasz minden bűntől. Maradj velünk a hosszú éjszakákon, Uram, és vége lesz az éjszakának. Biztosan vége lesz. Nekünk be kell tartani a törvényt, másoknak annyira nem.
kettőig kaptunk engedélyt, úgyhogy vannak, akik kimaradtak, és elnézést is kérünk tőle, mert az egyik úriember itt megsértődött, hogy a nép hangja nem szólalhat meg. Szerintem itt mindenkinek a nép hangja hangzott el, és ha kettőkor le kell zárnunk, akkor kettőkor le kell zárni. Andrást meghallgatjuk, még Bogdán Andrást, aki szabal és énekel is, és kérem, hogy ne menjenek el, hanem utána azért amennyire lehet telitorokból a szózatot énekeljük el, hogy legalább ennyi üzenet legyen a bent tanácskozóknak, mert azért nem a himnuszt választottam, mert elég volt a balsós. Most tényleg tiszta szépből telitorokból majd a rendületlenül énekeljük el, és próbáljuk meg arra ösztönözni a bent szavazókat, hogy nagyon elég így, ahogy van, még sok is ez a katonai tömb, és lássák azt be, hogyha felveszik Finnországot, Oroszország megüzente, hogy ez a harmadik világháború kezdete. Azért, mert Finnország több mint 1000 kilométeren át határos Oroszországgal, és ismerve az amerikaiakat, a legújabb NATO tagokhoz is azonnal bevártíroznak, és hozzák az atomtöltetű fegyvereiket, és az mind Moszkva fele lesz irányítva. Elég egy pici incidens, mint ami volt most Lengyelországban, hogy átrepült oda egy bomba, és ugye azonnal, ha nem jár arra egy pásztor, és nem fotózza le, és nem lövi fel az internetre, hogy nézd már barátom, mi esett ide le, akkor esetleg abból már háború lehetett volna, mert az ukránok azonnal kiabáltak, föllármázták a világot, hogy az oroszok lövik Lengyelországot, Lengyelország NATO-tan gyerünk, és támadjuk meg Oroszországot, úgyhogy ezért nagyon puskaporos az, ha most felveszik Finnországot, semmi kifogás ellene, de ha ennyi ideig semleges tudott maradni, nekik az a legnagyobb védelmük. És ez nem a finn népnek az érdeke, hanem ugyanannak az oligarcha csapatnak, akik rátelepednek a világ minden területére. És hogyha józan paraszti észre gondolkodnak oda bent, akkor nemet mondanak erre, mert akik igent akarnak szavazni, azok már a hasznot látják benne, azt, hogy ebből nekik mit lehet a zsebükbe beletenni. Úgyhogy vigyék el majd azokat az üzeneteket, amiket itt hallottak, és nagyon köszönjük, hogy itt voltak. Meghallgatjuk búcsúzó Andrást, és utána elénekeljük a szózatot. Amíg magyarul beszélünk, nincs hatalma felettünk senki idegennek. Kosztolányi Dezső. Egy nagyon rövid verset hoztam ide önöknek. Kedves barátom az Érmellékről, a határól, Kocsajról, Ócs József, a fogadós, üzeni. Nimrod vére, Árpád népe, csak egy jelre vár. Sólyom röpte szentek lépte, hű szívekre, rátalál. Ha ellenség hazug szóval megtörné ős hitedet, magyar honunk nagyasszonya megóvja a léptedet. Hang szól hozzád, távoli, dörgés, vihar közeleg, jönnek igazságot tenni, jönnek a hú istenek. Köszönöm szépen. Népünknek, hazánknak
cégre. Tekints le most reján, ősi nemzetünkre. A magyar emberek békében éljenek, szeretetben s egységben újat teremtsenek. A magyar emberek békében éljenek, szeretetben s egységben újat teremtsenek. Thank you.
bárhol béke, tüntetés lesz, aki csak tud, legyen ott, fejezzük ki akaratunkat, hogy a magyar nép sosem akar háborút, csak békét. Köszönöm.